Sziasztok! Szép napot mindenkinek itt a csoportba. Itt vagyok Len Somogyban, Vámoson, Tucsa Lajos Lókabandú barátomnál, és gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen interaktív beszélgetést, mert én úgy gondolom, hogy itt ő elég példamértékűen megoldotta már ezt az önellátást azokban a keretekben, amiben lehetséges egyéni szinten. Én szomszédom volt jó pár éven keresztül, és én mindig ámulva néztem, igazából ő is volt az egyik inspirációm arra, hogy én is elkezdjük egy olyan dolgot, hogy az ember saját magának termel, és akkor kertészkedés, és kút, és mindenféle dolog. Aztán én már régóta terveztem, hogy beszélgettünk egyet, és igazából őt akarom, hogy a tapasztalatait, vagy a történetét megossza veletek, mert szerintem hihetetlen sok tapasztalata rendelkezik azon a téren, hogy alapvetően egyénileg ennek hogyan induljon neki az ember, mert ő nála aztán tényleg minden van, ő méhészkedik, a kert, a juhok, a nem is tudom, tök olaj, sajtolás, miket csinálsz még, szóval elég extrém módon, elég extrém módon kimaxolta ezt az önellátásnak a dolgát, szóval, hogy így akkor beszélünk itt egy kicsit, és akkor majd meglátjuk, hogy reméljük, hogy sok olyan infó lesz, ami nektek hasznos lehet. Isten hozott itt nálad, vagy Isten hozott engem itt nálad? Isten hozott. Hát üdvözlök mindenkit. Kezd el te, mondd. Hát, hogyan kezdtél ez az egész? Jó, oké, akkor próbálom így. Én nem szeretem ezt, mindig az emberek azt hiszik, hogy ilyen riportokat csinálok, pedig nem. Mert itt beszélgetünk, tehát én is megosztom ezzel kapcsolatban a gondolataimat, meg általában a beszélgető partnerem is, de így próbálom inkább kihúzni akkor így a beszélgető partnerekből az ők is praktikáikat, meg hogy mit csinálnak. Te mikor jöttél le ide, és mikor kezdted el ezt az egészet, és mi volt a fő indítatásod, és mi az, amit csinálsz? Hát ez én mindig nagyon tág, de akkor vágjunk bele. Szóval 2012-ben vettük meg ezt a házat. Aha. Tehát 10 év alatt. A feleségemmel, igen. Hát úgy van, hogy összeházasodtunk, akkor egyből akartunk egy otthont, meg is vettük ezt a házat, ez egy régi parasztház volt, nagyon rossz állapotban, mondhatni romos állapotban volt, és akkor neki álltunk itt a felújításnak, ami gyakorlatilag talán nagyobb falat volt, mint egy építkezés. Ez a ház akkor úgy nézett ki, hogy minden falat levertünk, ment, hogy a vakolatot levertük, csak maradt a vályog, azt megtartottuk, és akkor újra vakoltuk az egészet. És hát akkor persze mondjuk, hogyha kifejezetten ilyen elindulás, meg önellátásos szempontból közelítjük ezt meg, ezt úgy kezdtük el, hogy szülői segítséggel, szóval volt szerencsére ilyen hátterünk, hogy persze akkor én mellette dolgoztam, a feleségem is, emlékszem, vagy 4-5 éven át nem volt pihenőnapom, szabadnapom, az egy nagyon kemény időszak volt, hogy dolgoztunk, mellette meg építkeztünk. Meg úgy voltunk vele, hogy nyilván a ház az hamarabb megvolt, azért nem húztuk éveken keresztül, de akkor belekezdtünk a pincét felépíteni, üvegházat, meg ezt az egész telket úgy kialakítani, amit elképzeltük, hogy így szeretnénk élni. És akkor azért így neki is tartoltunk, hogy nem akartunk egy életen át építkezni, tudod, hogy, hogy akkor mit tudom, hogy még én 10 év múlva is most belekezdek, mit tudom, ilyen az üvegházban, hanem legyenek meg, megnyomjuk ezt a pár évet, és akkor megvan mindaz, amit elképzeltünk. De hát szóval komoly maraton volt, de akkor ezt lenyomtuk sok kihívással. És bocsánat, akkor így szépen lassan, igen, kérdezz bele. Az építkezés, tehát ahogy, ugye, mert most itt sokan vannak itt a csoportban olyanok, akik jó, akkor elmegyünk, és akkor veszünk egy házat, felújítjuk, ugye, egy romos ház, ugye, ezek amik olcsón elérhetők, és hogy neked is az volt az első, hogy alapvetően nem a kertnek estél hozzá, neki először, hanem próbáltad az életteret kialakítani. Vagy ez egyszerre is ment, vagy mit ajánlasz? Egyszerre is ment. Ja, egyszerre is, oké. Egyszerre is csináltuk, mert, hogy mondjam, úgy ki akartuk már azt is próbálni, itt volt a nagy telek, tudod, hatalmas lehetőség, tudod, emlékszem egyik kertbe, vagy egyik évben annyi karalábét sikerült ültetni, szóval nagyon sok kikelt.
mert palántáztunk, és akkor úgy voltunk vele, hogy már van a sok palánt, akkor kiültettük az összeset, és akkor annyi karalábénk volt, hogy egész évben szinte karalábét ettünk. Csak így beugrott ez a kezdeti emlék, mert amikor az ember elkezdi a kertet, és akkor igazából még úgy nem tudja az ember felmérni, hogy egy év távlatában igazából nekem mennyi karalábéra lesz mondjuk szükségem, és akkor ezek szépen lassan kirajzolódnak, és akkor nem akartuk elhalasztani egy-egy szezonnak a lehetőségét sem. Tudod, mert egy szezonnal rengeteget tanul az ember. Igen. És akkor úgy voltunk vele, hogy bár rengeteg munkánk volt, de azért azt is csináljuk, mert akkor azzal tapasztal az ember. Uh-huh. És én örülök neki, hogy nem hagytuk ki, mert sok év tapasztalatával áll majd össze az a rend, hogy már az ember, hogy mondjam, olyan rutinosabban tudja csinálni a kertet is. Szóval tapasztalni nagyon jó volt, meg hát nyilván, hogy mondjam, nem voltunk gazdagok tele pénzzel, szóval szerencsénkre a szüleink tudtak segíteni abba, hogy menjen ez az egész építkezősdi, de közben meg akartunk spórolni, szóval ezért is csináltuk a kertet. Volt egy ilyen megfontolás is mögöttem. De nem volt mezőgazdasági múltatok egyébként, csak ezt úgy tegyük hozzá, nem tudtátok, hogy most így... Hogy mondjam, annyi a feleségemnek volt, mert ő egyébként ilyen aranykalászos mezőgazdasági iskolát végzett el, szóval neki úgy volt, meg a szülei mezőgazdászok, szóval ők nagyban ezzel foglalkoznak. Nekem nem volt semmi, az én részemről semmi, viszont nem tudom, hogy ilyen hivatalos képzésem, vagy iskolában semmit nem végeztem, de viszont mind a két nagymamám ugye falusi volt, náluk töltöttem minden nyaramat, láttam, hogy csinálják, meg számomra hatalmas inspiráció volt az, ahogy láttam, hogy élnek, hogy láttam, hogy szabadon élnek. Szóval az nagyon tetszett, az nagyon nagy benyomással volt rám, így utólag szemlélve. És sok mindent tudtam onnan, ami, hogy mondjam, számomra a legkézenfekvőbb dolog volt, hogy valamit így szokás csinálni. Idővel tapasztaltam meg, hogy várjunk már, ez nem mindenkinek ilyen egyértelmű, nekem azért volt az, mert láttam gyerekkoromban. Szóval ilyen dolgok azért ott voltak, de aztán itt kitanultam a dolgot. Akik már így csinálták a kertet, így sok helyitől tanultam. Tehát a helyiektől tök jó tanulni. Én is egyébként nagyon sok minden, amit a saját kertemben csináltam, nagy része az volt, hogy hogyan megtervezni. Én is belecsúsztam egyébként egy ilyenbe, hogy az első évben annyi paradicsom volt, hogy szinte már a kutyát dobáltuk vele. Nem tudtuk se eladni, már ingyen se kellett senkinek. Szóval, hogy igen, tehát hogy ezek a dolgok, én is sok mindent néztem el, átmentem, ezt, hogy jöttem hozzád is, hogy ezt hogy csinálod, miért így csinálod. Aztán a Valipini ötlete nekem is így indult el, hogy nálad láttam, hogy itt mit lehet. Igen, mi volt neked a stratégia azzal kapcsolatban, hogy amikor ezt az egészet elkezded, mondjuk mennyit, egy 1500 négyzetmétered van? Hát ez 2200. Tehát mi volt a terv, hogy egy milyen stratégiával indulsz neki egy ekkorateleknek, hogy szerinted mi a legideálisabb, amiből föl lehet építeni azt, amit mondjuk te fölépítettél? Tehát mi legyen? Soroljuk el, hogy mi van itt neked, mivel foglalkozom, mert nagyon sok minden van itt. Hát igen, szóval van egy 300 négyzetméteres konyhakertünk, amiben azért sok minden belefér. Mondjuk zöldségeket egyáltalán nem vásárolunk, de babfélét sem. Hát mit még? Szóval ilyesmit nem. Bogyósokat, gyümölcsöket, mert akkor van emellett több gyümölcsfa. Gyakorlatilag a teleknek a nagy részét gyümölcsfákkal ültettem, de van egy pár időskoros fa, amit ugye megörököltünk. Szóval gyümölcsöket, ilyesmit, zöldségeket, amit említettem, akkor hüvelyes, mármint egy hüvelyes babfélék, azokat akkor egyáltalán nem veszünk, mert abból meg tudjuk termelni azt, amit ketten áll. Mi a háztartásban ugye ketten vagyunk, a feleségem, a gyerekek nincsenek. Szóval ez a 300 négyzetméteres konyhakert elegendő ilyen szempontból erre. Hányféle növényt termesztesz? Hú, hát most nem tudnám megmondani. De ez érdekes, akarom feszegetni a témát. Ezt csak érdekességképpen mondom, egyik évben összeszámoltam, az még a kísérletezős időszakomban volt, amikor így mindent, amit lehetett, kipróbáltam. Most már leálltam a kísérletezésekkel, mármint, hogy ha jön valami igazán érdekes, ami még tényleg úgy
hogy mondjam, olyan figyelemre méltó igazán, akkor még így kipróbálok ezt az, de ez a szélsőséges, ez minden mondd már, kipróbálom dologkal. Mondd már példákat, mert az benne a jó. Hát mit tudom, miket... volt egy év, amikor mit tudom én, vagy 10 féle paradicsomot ültettem, aha, tudod, és akkor így kipróbáltam, hogy melyik az a fajta, melyik számomra ugye a legideálisabb, és akkor végül letettem a voksomat 2 féle, én most már csak azt termesztem, és ez szuperül bevált nekem. Aha. Van egy ekkora sárga, ami még most is terem. Hisz olyan finom az íze még most is az üvegházból, mint amikor nyáron eszem. Szóval ez iszonyú jó fajta, nagyon édes, finom. És akkor a másik a Lucullus, ez a San Marzano, ilyen hosszúkás, ami meg nagyon jó sűríteni. Mert annak így nagyon nagy a száraz anyag tartalma. Szárítani is. Vagy haszalni is például. Így van. De akkor, hát ilyen paradicsom szószt csinálunk, belőle sűrítjük tésztára. Exotikus zöldségek, karella, stb. Azok is vannak, igen. Na de ezt akartam mondani, hogy egyik évben a kísérletezős időszakomban összeszámoltam 130 féle, voltak benne virágok is, de 130 féle zöldséget és virágfélét teszteltem egy évben. Hát ez most azért jelentősen lecsökkent, szóval most már tényleg túl vagyok ezen a kísérletezős időszakomon, de hát most csak hasonlítok, hogy 30 félét mondjuk. Mi az, ami különleges, ami egy átlag kertben azért nincs, mert oké, paprika, paradicsom, babfélék, ja, tökfélék, ezeket a dolgok. Na azokat mondom, hogy milyen ötlettel tudsz még itt szolgálni, hát hogy érdemes. Nem tudom, a batáta, az édesburgonya mennyire számít különlegesnek, van akinek az, hát van egy, aki egyre jobban csinálja. Már nem. Egyre inkább nem, így van. De viszont kevesek termesztik, azt hiszem, aha, sikeresen. Igen. Például nekem az is egy ilyen kísérletezés volt, hogy kipróbáltam többféle batátát, és nem mindegyik működik. Szóval van egy ilyen vörös fajta, ami bevált, nagyon szép, ekkora termések is jönnek. Aha. Szóval nagyon szépen terem. Nekünk sem annyira ment. Tehát nekem ez viszont volt. Valami bevált. Jó volt, valami nem, de ott is az, hogy a földet pont, hogy a bakhátot fogy rakott fel, vagy csak simán, tehát a földtípus, ez nehéz. Én meglepődtem egyébként, amikor te egyszer egy fotóval, ekkora batátával fotózkodtál, mert mondom, ilyet még nem is tudom még venni se, nagyon lehet. Na nekem az bevált, és van már egy ilyen bevált módszer arra, hogy hogyan terveztem, nagyon egyszerű egyébként. Aha. Hát elmondjam ezt mondjad, most? Mondjad, mert ezekért csináljuk a videót. Ezt úgy kell csinálni, ugye, ha már van egy jól termő fajtánk, mint hogy nekem ez megvan, akkor ugye következő tavaszra, hát mikor? Hát március eleje fel, akkor elkezdem vízbe áztatni, hogy akkor növeszem hajtásokat, és lehet hamarabb is, de mondjuk március elején az jó. Belerakom vízbe, ahogy mondjuk a magát a gyökeret ellepje ennyi víz, és akkor meleg helyre kell tenni, ablakba is ki lehet tenni, de amikor már jó az időn, ki szoktam rakni a valipinibe, ebbe az üvegházba. És akkor elkezdenek növögetni a kis szárak, amikor meg eljön annak az idejéig kiültetjük, hogy ez május vége, akkor kb. Már ekkorák van, amik ekkora, szóval különféle méretű szárak vannak, és akkor azt letöri az ember, vannak rajta általában már gyökérkezdeményezések, azt nem szabad úgy meghagyni hosszan, mert én már jártam úgy is, hogy azt úgy, ahogy van, elültettem nagy gyökérzettel, és ez csak úgy kúszott mindenfelé, és nem nevelte ki ezt a gumószerű gyökerét. És szóval azt vissza kell vágni, ilyen picire, ilyen 1-2 centisre, és le kell törni minden levelét, csak a csúcsán szabad hagyni 1-2 levélkezdeményt, ami pici levelek, és akkor annak ennek a szárnak ugye a 2/3 föld alá kell temetni. És én nem rakok semmi bakhátat, ez a bakhát, hogy mire van ültetve, és akkor annyi, hogy szereti a vizet, én beszoktam mulcsozni, meg ilyen csepegtető csöves rendszerrel öntözöm, azt kihúzom, és akkor ennyi, semmi gond nincs vele utána nyáron. Most én is sokat tanultam bele. De egy pár dolgot én sem úgy csináltam, ahogy nem is nőtt meg akkorára. Tehát most már én is 3. éve próbáltam ezt a dolgot. Az első az, hogy mikor palántát vettünk, aztán utána már próbáltunk ugyanezzel a gyökeresztetős hajtásos kis, hogy a termésről lehozni.
de nem nőtt meg annyira, és én pont ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy bakhátot fogok most már, mert mindenki ezt mondja, hogy bakhát, meg puha föld, meg ez meg az, aztán lehet, hogy én is ezzel fogom próbálni. De mindegy, ne is menjünk. Nekem ez bevált, ez a módszer. Jó, majd kipróbáljuk következő évben. Menjünk tovább azzal, mi van még akkor a kertedben, tehát az alapnövényeken túl, akkor van a kis kerted, és azon túl még van egy csomó minden másod. Hát úgy van, hogy ez, amit említettem, ez a 300 négyzetméter, az úgy néz ki, most a rossz idő miatt nem tudom kimenni, megnézni, majd ígértem, hogy fotókat esetleg küldök át. Fotókat beteszünk. De hogy ezen a 300 négyzetméteren belül van egy szőlőrugas is, és alá ültetek árnyékedvelő, vagy árnyék tűrő zöldségféléket. Uh-huh. Borsó például, mert az korai, mire ugye jön a meleg, és a szőlő már így úgymond lombos, a levelei megjelennek, addigra már nagyjából leterem ugye a borsó. Szoktam oda lóbabot ültetni, mondjuk azt lehet, hogy el fogom hagyni, bár nagyon szeretjük, csak kicsit időigényes a fosztogatás. Nagyon erősek a hüvelyei. Szóval nem olyan, mint a bors, hogy így széthúzom és nem perek ki, hanem úgy fejtegetni kell, pedig nagyon jó dolog, szeretem, finom, imádjuk. Meg hát akkor gyökérzöldségeket, céklát, pasztinákot, oda is szoktam répát ültetni, káposztaféléket ültetek alá. És akkor azon kívül pedig ugye a kertnek a nagyobbik része az akkor ugye napfényes, ott nincsenek fák vagy ilyesmi, illetve a még szintén ennek a 300 négyzetméternek a végében vannak bogyósok, szóval ribizni, büszke, ilyen dolgok. Nagyjából, így tudnám ezt leírni. Meg a méhek ugye is ott van. Igen, de hogy ez most a konyhakert, amit említettem, és akkor utaltam már arra, hogy van egy nagyobb gyümölcs, és minden, tényleg amit el tudtok képzelni, így Magyarországon termő gyümölcs, az nálam minden van. Tényleg? Ez hányféle fa? Nem tudom. De úgy mondjuk csináltam olyat, hogy mondjuk egyféle, egy fajtára több félét oltok. Például van olyan almafám, amin háromféle alma van. Wow. Ilyesmik is. Körtén is van kétféle. Te oltod a fákat? Azt én csináltam, igen. Nem olyan nehéz megtanulni. Én sose csináltam korábban ilyet. Van itt egy srác, aki nekem megtanította, és megy, működik. Egy kis gyakorlás által. Igen, ez az a dolog, hogy nagyon sokan jönnek most újonnan a csoportba, és sokan megijednek azoktól az infóktól, amik tudod, így bejönnek, hogy ez nagyon nehéz. És én is emlékszem rá, hogy így mondjuk úgy, hogy szinte ehhez tök hülyén fogtam neki évekkel ezelőtt, és azért úgy egy pár dolog úgy rám ragadt tényleg, szóval, és működik is. Szóval, hogy szerintem egyáltalán nem kéne elveszíteni így a lelkesedés, hogy hát ez egy élet megtanulni. Van az a szint, amit egy élet megtanulni, de ahhoz, hogy elindulj és tapasztalj egy 5-10 év alatt, szerintem egy csodálatos dolgot. Ezért kérdeztem az elején, hogy neked volt egy mezőgazdász mérnöki diplomád, és egész nap egész életedben a földet túrtad, és azért tudod, vagy hogy egyszer csak érdekelt, és elkezdted. Akartam. Mert éreztem, hogy jó így élni, tudod, falon. Igazából engem nem is úgy vonz a mezőgazdaság, és azt hiszem, hogy ezzel sokan így vagyunk, hogy ott van a végtelen, mit tudom, milyen föld, és akkor robotolni tudod, hogy törni a kukoricát, vagy valami, hanem pont a változatosságát szeretem ennek a falusi életnek, hogy gyümölcsfák, ilyen-olyan zöldség, látni, hogy az egyik most kell, a másik most kell, különféle fajták, szép a környezet, de hasznos is. Szóval ezt nagyon szeretem. Látni, hogy a természetnek az összefüggéseit, ezt imádom. És erre vonatkozom, hogy mondta, hogy így nem szabad megijedni tőle. Ezen én is átmentem egyébként, hogy főleg, hogy számítunk is arra, tudod, hogy majd teremni fog, és akkor ezen majd spórolunk, tudod, mert egyébként, mit tudom én, nem vagyunk úgy tehetős emberek. Most itt a Covid alatt nekem megszűnt az egyik fontos bevételi forrásom,
és igazából így számítunk is arra, hogy a kert ez majd mennyit hozzá rak a megélhetésünkhöz. És volt úgy, hogy vetettem a magokat, és ki fog kelni, nem fog ki kelni. És tényleg az ember így átéli ennek a csodáját, a természetnek a csodáját, hogy úgy látszólag nem történik semmi, ha elvetetted a magokat, és akkor csak úgy reménykedsz, hogy majd ki kell, vagy nem kell, és hogy abból tényleg hasznos dolog válik majd a számodra. Igen, ez a modern ember így el van idegenedve ugye természettől, ezt én is átéltem, így át kell így állítanunk valahogy az elménket, mert az biztos, hogy bemész a boltba, ott van, látod a polcon, nem úgy biztos, most hogy... Már nem biztos. Most már nem biztos. De olyan szempontból... Most már van szó, hogy most már abszolút nem biztos. Igen, de... Melyik lesz az a nap, amikor bemész és nincs? De ezt úgy érthetem, hogy kézzel fogható, hogy megfogtam, itt van, fizetem, oké, meg hogy bemész dolgozni a munkahelyedre, adják a fizetést, hogy mondjam, az ilyen nyomon követhető, jobban azt érzed, hogy ez rajtad áll. Igen. Az, hogy elveted, ki kell, hogy fog megnőni, az nem annyira rajtad áll, hanem az bizony... Bejön az, hogy nem te vagy a világ közepe. Erről pont beszéltem valamelyik nap egy videóban, hogy az embereknek azt kéne megtanulniuk, hogy itt az egész gondolkodásmódjukat változtassák meg azzal kapcsolatban, hogy ők nem az evolúció csúcsa és az ökoszisztéma lényege, hanem az ökoszisztéma része. És megtanulni harmóniában élni a nappal, a vízzel, a körülöttünk lévő növényekkel, állatokkal, és azokon függni, mert ők is függnek rajtunk, és mi is függünk. Tehát ez egész mindset. Egyik barátom azt mondta, elkezdtem kertészkedni, azt mondta, hogy fú, ez szuper, mert most meg fogod tanulni azt, hogy nem te vagy az irányító. Igen, ez egyik nagy rákfenéje az emberiségnek, ami miatt szenvedünk. Igen. De mindegy, térjünk vissza, mit van még? Okay. Méhek. Igen, méhek. De akkor most felsorolom mindezt, ami van. Szóval, hogy akkor most ne hagyjunk ki semmit. Jó, okay. De akkor most kezdem innen fentről, mert úgy van, hogy telkünk egy picit ilyen dombos, enyhén dombos, és akkor a ház van úgymond a dombnak a tetején, és akkor mögöttünk itt van egyből a pince, és akkor ott mellette már elkezdődik a gyümölcsös, és akkor ez az első rész, ez nekünk egy ilyen, hogy mondjam, a szabadidős tevékenységünknek is a helyszíne, van egy szép kis filagóriánk, egy kis kerti dísztóval, mögötte van az üvegház, és amögött van az a konyhakert, amit már említettem, le van kerítve, mert vannak birkáink is, amit te jól tudsz, ugye 8 birkánk van, és törpebirkák, kicsi fekete törpebirkák. Na, azért nem akármilyen birkáid vannak. Igen, igen. Törpebirka? Törpebirka. Kicsik, ugye a méretük, szokták mondani, hogy ilyen spániel kutyának a mérete, szóval nagyjából csak a szőrük nagyobb, és akkor egy kicsit talán nagyobbnak tűnnek. A fűnyírók. Ők a biofűnyírók, így van. Szóval az egész gyümölcsösből ők nyírják a füvet. És akkor ezt is megcsináltam, hogy ilyen szakaszonként le van választva, hogy a kert, ilyen mozdítható kerítés elemekkel, csak az oszlop van bent, egy ilyen fa oszlop, és akkor mozdítható kerítés elemekkel tudom azt akkor én úgy irányítani, hogy hol legeljenek a birkák. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha tudod így az egész területen... Megvan oldva. Igen, megvan oldva, de azt akarom mondani, hogy ha birkák szabadon legelhetnének, akkor eltűnne az a növény, amit ők szeretnek, mert állandóan csak azt tennék, és akkor ott maradna az, amit meg nem annyira szeretnek, meg ahol szeretnek lenni, ott nem lenne egyáltalán növényzet, a kert végében meg ekkora lenne a dudva, szóval ezért ilyen szakaszosan kell őket legeltetni. Aha. Nagyon jó, nagyon hasznos. Szóval akkor a gyümölcsösbe ez történik, ráadásul tudod, a birkák nagyon hasznos trágyát adnak, azt be tudom rakni a kertbe. Mert hát ott is hagyják bizonyos részeken, akkor gondolom. Persze, így van. Meg az, ne tudd meg micsoda öröm, amikor nyáron arra megyek ki, hogy itt legelnek az állatok, van egy ilyen jó hangulat, ilyen békét árasztanak, és szomszédokban meg mennek, és akkor így egy évben legalább 5-ször kell füvet nyírni. Szóval nagyon jó dolog. Ez nagyon érdekes nekem is, a mostani szomszédom, ugye, hát én vega vagyok 30 éve, meg te is igazából, szóval itt igazából ilyen kis kedvencek itt nálad a birkák, tehát nem lesz belőlük sonka, nálam se lenne. Ugye, és akkor én is pont most a házat, ahova költöztünk, akkor ott nekem is vannak tyúkolak, és gondoltam azt, hogy elbontom, aztán utána meg mindig nézem, hogy a szomszédnak a kertjét, nála vannak tyúkok, és olyan gyönyörű a pázsit,
És azt a tyúkok csinálják, szóval nincs vágva a fű, de gyönyörű, gyönyörű a fű, szépen, mintha vágva lenne. És gondolkoztam, mondom, lehet, hogy mondom, még igaz, hogy én nem eszek ilyesmit, meg nem eszünk ilyesmit, de lehet, hogy akkor fogok tartani tyúkot, mert olyan szépen megesznek mindent, hogy... Lehet. Ráadásul a tyúktrágya is nagyon hasznosak el. Abszolút, abszolút. Aztán úgy van, hogy akkor még a méhekhez elérjünk, hogy a gyümölcsösön túl ott van egy akácos, amit én telepítettem. Vannak más fák is, magaskőr is, és hegyi juhar, ezek, azokat is én telepítettem. Aha. Azok picit, hogy mondjam, kevésbé intenzíven nőnek az akáchoz képest, de már azok is kezdenek úgy nagyobb fácskák lenni. És akkor alattuk vannak a méhek. Én hobbi méhész vagyok, szóval nincs sok méh családom, de ami azt jelenti, hogy most 8 családom van. Az nem sok, tényleg. De még, hát, hogyha úgy számítjuk, egy családat 30 kiló mézet egy évben, hogyha normális az év, nem különösen jó, ha normális, akkor 30 kilót tud adni. Abból 10-et mi szoktunk elvinni. Igen, igen. Tehát tőlünk gyorsan elviszik, mert ráadásul én bióba csinálom, igen, amit tudod, ezt talán említettem neked, hogy a biót azt úgy értjük, hogy én nem használok vegyszert a kaptáron belül. Szóval ezt nagyon kevesen csinálják Magyarországon. Nyilván aztán gyűjtenek mindenhonnan nézet. Ilyen értelemben nem bió, de én nem használok vegyszereket hozzá. És akkor ott a méhek mellett van egy ilyen méhészház, úgy nevezem, de gyakorlatilag a szénát is térre a birkáknak ott tárolom. Itt talán azt megemlítem, hogy a birkák milyen igénytelenek olyan a szónak a pozitív értelmében, hogy nagyon kevés gondoskodást igényelnek, és nagyon alacsony a költségvetésük, hogyha valaki tartani szeretne birkát. Gyakorlatilag a 8 pici termetű birkára egy olyan mennyi, és 20 000 forintból megvan az egész téli szénájuk. Semmi más költség. Pici ólad van, pici kis előkert. Igen, van ól, és így van. Szóval ennyibe kerülnek. Más ház, a macskákra többet költünk, mert... Fűnyírásra többet költ az ember évente. Így van, így van. Hát egy fűnyírás egy ekkora területen 15 000 forint. És ez abszolút. Egy alkalom. Abszolút egy alkalom sajnos most már. És hogyha tényleg 4-5-ször lenyíratja az ember, akkor bőven... De még hogyha a saját magadnak tankolod a benzintől, és egész évben nyírod, már az is több. A benzin már drágább lesz. Igen, és akkor ott van a trágya. Így van a trágya, hát akkor valaki ugye meg is eszi, ugye ez nekünk nem aktuális, de... Ja. Meg még a gyapja, ez olyan fajta, aminek a gyapja is jó. Uh-huh. Az ágyamon egy olyan nemezel gyapjú van, ami a saját birkájáról van. Nem mondod, ezt ki csinálta? Hát ez egy lány, ezt nem mi csináltuk, hanem egy lány ismerősünk. És akkor levágtátok és elvittétek neki, hogy ezt csinálja meg? Elvittük, csinálta. Ez komoly. Szóval gyümölcs, zöldség, méz. És ez viszonylag nem egy nagy telek, szerintem nagyon jó kihasznált. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért akartam igazából veled beszélni, mert pont azt látom, hogy nem egy eszeveszett nagy 10 hektáros földön, te szerintem abszolút kimaxoltad, amit valaki tud csinálni. Ugye csinálsz tököt, szoktunk venni tőletek ilyen olajat. De azt olajat. Nem én csinálom, azt az apósom csinálja. Jó, de az is így termel. Nem, azt nem. A tököt nem, azt nem így csináljátok? Úgy majd nekünk ez saját részre. Mert a sajtolást azt így csináljátok, nem? Nem, az csak a feleségem szokott hozni az apósomtól. Ja, jó, oké, bocsánat, a közítéves. Nem, én mindent csak önellátásra csinálok. Aztán nyilván tudod, mint hogy átjöttél, adtam neked karellát, vagy minden, de ez csak így haverságból. Azt, hogy de úgy én, hogy mondjam, a mézen kívül semmi másról nem kereskedem. Szóval ez önellátásra van. Szóval van sütőtökünk, tudod, meg mit tudom, mindenféle más zöldség, de ezt az olajtököt, ezt az apósom termeszti. És akkor itt nektek kút, napelemetek az nincs, ugye? Napelem az nincsen. Nem tervezted be, hogy... Azt nem, azt valahogy attól egy kicsit idegenkedem. Na, ezt mesélj, mert itt most azért itt van. Rengetegen a napelemet is próbálják, én is úgy gondolom, hogy ez a bizonyos dolgokra nagyon hasznos, pláne az, hogy a kútból felhúzni a vizet, hogyha nincsen ásott kútban ivó vized. Valahogy én azért nem lettem meggyőzve a napelem, hogy mondjam, szükségességéről, vagy hatékonyságáról, nem tudom, melyik szót említsem,
Mert egyrészt azt hallottam, hogy gyakorlatilag amennyibe belekerül az előállítás a napelemnek, hogy azt nem tudja igazából kitermelni, hogy csak ez ilyen csinált megoldás, hogyha támogatásokkal ezt megszervezik, akkor lehet haszna, de nem tartják, hogy mondjam, olyan megoldásnak, ami majd megváltja, tudod, ja, emberiséget. Hosszú távon igazából én is úgy gondolom, hogy itt a napelem, tehát hogyha itt hosszú távon gondolkozik az ember, hogy itt egy rendszer, vagy gondolkozunk abban, hogy egy rendszer le fog omlani, akkor ez csak egy idéglenes megoldás, ez ami 5-10 évig, tud segíteni abba, hogy mire te megtanulod, hogy hogyan csinálj lámpaolajat, és hogyan kell más módszereket kitalálni, addig ebbe az átvészelő időszakba akkor túl tudsz vele élni. De én is úgy gondolom, hogy igazából a napelem az valamilyen szinten nem a jövőnek vagy hát majd meglátjuk, merre megy a világ. Én úgy gondolom, hogy itt nem lesz ez a technikai történet az elkövetkezendő, meglátjuk, ez tényleg fikciók, de ja, igen. Egyébként ezzel a dolgokkal kapcsolatban én úgy vagyok, hogy sokszor feljön ez a téma, tudod, hogy látszik, hogy azért hogy a rendszer az úgy, hogy néha meging, mert bizony instabil alapokon áll, szóval, hogy mondjam, ilyen műrendszer, de hogy pont ez hogyan fog majd, leáldozni, szokták mondani, hogy a római birodalom az évszázadon keresztül ugye hanyatlott. Szóval én annyira nem élem magam bele abba, hogy most itt a világ vége, hanem egyszerűen azért csinálom ezt az önállátást, mert szerintem, ha lesz az a rendszerem összeomlás, hanem ez akkor is akkor jó. Ez a jó, így jó élni. Szóval jó, hogy elmondtad. Igen, így jó élni. Szóval ezzel az ember úgy nem tud veszíteni, hogy függetlenebb is, de egy jobb életet kap szerintem ezáltal, természetközelibb életet. Akkor már igazából elindultunk arra a téma felé, ami felé én is úgy gondoltam, hogy haladjunk. Viszont még megengedem a napon nem a kapcsolatban. Csak te tértél el. Én voltam. De ezt gondoltam, hogy szóba jött, akkor ezt még elmondom, hogy hát egyrészt ezt szerintem annyira nem kell magyarázni, de hogy a napelemben is rengeteg káros anyag van. Abszolút. Meg ipar feltételez. De ugyanakkor úgy hallottam, hogy energetikai szempontból sem jó. Ehhez értő emberektől hallottam, hogy annyira természetellenes anyag, hogy gyakorlatilag az energetikája, a jelenlét annak az otthonunkban nem túl kedvező. Hát figyelj, mert ez egy olyan kérdés, amit nagyon sok oldalról lehet nézni, mert ez így van. Mindent, most akkor ilyen alapon belemehetünk a vízbe. Esővíz, kútvíz, minek milyen energetikája, milyen rezgés, stb. De ez már szerintem ez most nem az a szitu, amiben most ezeket nézegetjük, hanem nyilván. Az, hogy tudok-e vízhez jutni, amikor lezárják a vizet a közműbe, igen. És föl tudom-e húzni a kútból, akkor az, hogy most egy kicsit jobb a rezgése, vagy nem úgy, hát igen, ezek is jó dolgok, ez már a szerintem egy szempont ugyanakkor. Persze, abszolút, valakinek. Ezt csak azért emlegetem meg, mert főleg aki még úgy ennek az elkezdése előtt áll, szerintem érdemes ilyen dolgokkal is foglalkozni, mert én utólag már bizonyos dolgokat azért másképp csinálnék. Például kifejezetten a háznak a felépítésével kapcsolatban most már hallottam, hogy így utólag, hogy igazából ez az anyag, a maga cement, ami ugye elég intenzíven jelen van a ház építése során, hogy gyakorlatilag ez is egy ilyen ipari hulladék, és energetikai szempontból megint csak nem túl jó dolog. És megismertem egy olyan embert, aki teljesen természetes alapokból építette, vakolt az egész házat, és annyira kellemes, olyan csodálatos, hogyha őt hamarabb megismertem volna, tudni, hogy én is úgy csináltam volna. De hát most mit csinálok? Hát megelégszem ezzel, mert szerintem fontos tényleg az ilyenfajta rugalmasság is, mert az tény, hogy most felépítünk egy új dolgot, ami elvesztett, tudod, ez a hagyományos élet, és most újra próbáljuk ezt így összerakni, hogy élhetőbb legyen az életünk. Szóval meg kell azzal elégedni is ugyanakkor, hogy nem lesz minden tökéletes. Abszolút, meg úgy gondolom ugyanúgy, ahogy leomlott ez az egész ősi tradíciókon alapuló természetes életmód, hogy nézel egy olyan faházat, amiben még szög se volt, mert csak úgy volt kifaragva minden, hogy a rönkházakat úgy épített, még szög se kellett hozzá, csak egy balta,
hogy ahogyan ez ledegradálódott és elfelejtettük, szerintem ugyanúgy fog ez majd a szükség szerintem vissza fogja hozni ezt a fajta dolgot, hogy az ember, amikor nincsen szöged, mert nincs ipar, ahol a szöget megcsinálják, akkor megtanulod majd így. A másik pedig az, hogy egyfajta gondolkodásmódnak az evolúciójával talán eljutunk oda, hogy amiről már most te beszéltél, hogy nem csak azért, mert kell, meg ki kell küszöbölni egy problémát, hanem azért, mert ez így jobb, és ez élhetőbb, és az igényem nekem jobban megy erre. Tehát ez már egy tudati változás, hogy az ember, ahogy közel kerülsz a természethez, az húzza fel a tudatodat, és ahogy a tudatod emelkedik, annál jobban akarsz közel kerülni a természethez. Erről mit gondolsz? Egyetértek. Maximálisan, hát nézd, az igazság, hogy ebbe az is benne van, hogy itt élek falun, hogy így keresem azt, hogy miért érdemes élni. És egyre inkább azt találtam, hogy tényleg úgy nem akarok senkit, hogy mondjam, most rossz érzéssel eltölteni azzal, hogy nem érdemes városban élni, de mégis úgy értem, hogy kevésbé érdemes, vagy kevésbé jó, kevésbé színvonalas városban élni, mert én szeretem érezni állandóan a természetnek a közelségét. Úgy érzem, hogy így vagyok benne ebbe a, hogyha mondhatom most ezt ebbe az isteni rendbe, az Istennek a rendszerébe. Átélni az életet a mindennapok során, hogy nem csak akkor, amikor én Miskolcról származom, és akkor volt egy idő, amikor lépcsőházban laktam, és akkor hétvégén felkerekedtem, hogy kimegyek a Bükkbe, és akkor ez egy ilyen nagy megenyhülés volt, hogy nem csak akkor, hanem minden nap felkelek, kinézek, és az már egyfajta derűvel tölt el, hogy kinézek, itt szaladgálnak, kergetik egymást a macskák, bégetnek a birkák, azok is kergetik egymást, szoktak játszani, szóval hogy úgy él a környezet, és akkor látni a gyönyörű ugye, gyümölcsfákat, a kertet, tudod, így ez az életérzés. Ez szerintem nagyon fontos eleme az életnek. Nagyon jó szót mondták ki azt, hogy érezni vagy érzékelni. Én is mindig ezen gondolkozom, hogy az ember annyira eltávolodik a természettől, hogy minden érzékelése bezáródik. Cipőben járok, légkondis dobozban lakom, abban utazom. Minden dolog mű már körülöttünk, az étel, a minden, az anyagok az épületben, amiben az a műanyag ruhában járunk. Szóval olyan mértékben eltávolodunk ettől, hogy az érzékelésünk bezáródik. És amikor kimész a természetbe, ez a fajta tudatelmelkedés automatikusan megtörténik, mert ugye a természetben magas az éteri szint. Tehát az éteri szint az mindig húzza fel a tudatot, nyitja ki az érzékelést. Ezért volt az, hogy a különböző mindenféle látók, spirituális emberek, gyógyítók, az mindig az erdőben laktok, a természetben laktak, mert az nyitja ki az érzékelést. És hogy igazából ahhoz, hogy tudjunk fejlődni, vagy tudjuk a gondolatainkat is megváltoztatni, ezért nagyon fontos a természetközeli élet. Szóval a kettő oda-vissza dolgozik, hogy ki kell menjünk a természetbe, hogy újra éljünk. És ugye a természet az megadja az életünket és az emelkedésünket. Szóval igazából ez olyan, mintha az emberiség ahhoz, hogy tudatilag fejlődjön, lenne belenyomva ebbe a szituációba, hogy menjél ki újra, mász négy kézláb a földön, kapart kézzel a gyümölcsöt, hogy fogjad a fát, termeld meg azt, amit megeszel, hogy értékeld. Nem az, hogy ezt most megeszel, ezt kidobom a kukába. Ezt te termelted. Ennyit termeltél, nincs az energiának értéke. Víz, fürdünk ezerrel. Nem tudod, hogy mi az a víz, az életadó energia, ami bennem is van. Akkor a nap, hogy milyen érték a nap, milyen érték az eső. Esik az eső. Jó, esik az eső, tudod. De teljesen másképpen gondolkozik az ember, nem? Így van. Például az jutott eszembe, hogy ugye a zórteleket általában nem szeretjük, úgy az emberek, tudod. És akkor így szokták mondani, hogy milyen jó, hogy ilyen ennyi az idő. Azért mi itt falon látjuk ennek komolyabban a hátrányát, hogy igen. Nem csak az a szempont, hogy szépen süt a nap, hanem például kifejezetten amiatt, hogy eltűntek ezek a téli csapadékok, nem hogy hó nincsen, hanem ez a téli esőzés, gyakorlatilag már a kutunkban alig van sajnos víz. Ez egy probléma, mert van ásott kutunk, gondoltuk, hogy milyen jó lesz majd az, tudod, hogy
öntözni a kertet, és éveken át funkcionált, és így ez az első év, amikor már nem tudtuk teljesen a kertet abból öntözni, mert egyre csökken az első... Az első talajszintnek, az első vízréteg, igen. Igen, talajvíz. Pontosan. Ez nekem már ott nem, a másik házomban már nem működött ez, mert uh-huh. muszáj volt, már elmúlt két évben már nem működött. Szóval ezért volt az, hogy futkút. Mert igen, az ugye a második rétegben azért ott van. Biztosan tud működni, így van. Hát most nekem, ami kutam van, az most nyáron kipróbáltam, az szivattyúval 7 órán keresztül ment a víz, és utána kezdett el apadni. Tehát 7. az egész kertet az csontra az tudtam locsolni. Ki akartam próbálni, mennyi vízhozama van. 7 órán keresztül őrült nagy nyomással jött a víz. Szóval, hogy azért az a vízmennyiség az, ami egy nagyobb kertben, egy 1500 négyzetméternél azért már kell, mert ezt egy ásott kútban nem tudod. Plusz fürödjél meg. Hát már igen. Szóval, hogyha annyira nagyba gondolkodsz, akkor... És az a baj, hogy tényleg itt vagyunk, hogy az ásott kút az elég. Ma már nem, az biztos. Lehet, hogy elég volna, hogyha olyan ideális lenne a körülmény, mint régen. Ja. De... Meg hát ugye a kullancsok, meg a bogarak, tehát nem fagy meg semmit, tehát tele van kullancsal minden, mert áttelelnek. Nem fagynak meg azok a dolgok. Hát ez a méhészetből tudom nagyon jól, hogy ott is, hogyha nagyon enyhe a tél, akkor a méheknek a kártevői, az atkák nem pusztulnak. Igen. Tönkretettük a földet, tönkretettük a környezetet azzal a fajta műanyag élettel, hogy... Jó, hát itt rengeteg téma felé elmehetnénk, hogyan tettük föl, tönkre a talajt a mezőgazdasággal, hogyan permetezzük le a méheket azért, mert lusták vagyunk igazából kapálni, mennyi minden van még, nem? Uh-huh. Szórjuk le mindent, hogy könnyebb legyen, hogy jobb legyen, az közben meg elrontunk mindent. Még egy dolog eszembe jutott valahogy, annyira felvillan most az elmémbe, hogy gondoltam, mondom, hogy van egy olyan oldal is ennek a természetközeli életnek, hogy így élhet leginkább harmóniában az ember, és most ezt olyan értelemben értem, hogy nem csak érezni a természetnek a jelenlétét, hanem hogy a lehető legkevesebb erőszakkal élni. Ez számomra úgy sokat jelent. Megmondom őszintén, amikor elkezdtem méhészkedni, akkor sokáig örültem ezen, hogy az ember, hogyha belenyúl a kaptárba, akarva akaratlanul, mert nagyon pici élőlények, agyonnyom egy méhet, vagy ilyesmi. És akkor még tudom én, hogy sokan ezeken ugye ilyen dolgokon nem akadnának meg, ebből már talán látszik az, hogy így, hogy mondjam, tényleg az életet úgy törekszem tisztelni, meg úgy alapvetően jelen van ez a szempont bennem. De tényleg ezen így gondolkodtam, hogy megéri nekem ezt csinálni, és mit tudom, én belenyúlok a kaptárba, akkor minden ilyen belenyúláskor mondjuk 10 méhet agyonnyomok ezzel. Vagy ilyesmi. És akkor utána elkezdtem gondolkodni azon, hogy de várjunk már, hát mi az, amit meg tudok magamnak teremteni ennél kevesebb erőszak árán. Kimegyek a kertbe, és én még ezt nem is említettem, mert ilyen dolgokról nem beszéltünk, de nem ásózom a kertet, szóval én talajmozgatás nélkül csinálom a kertet. De ott is, amikor vetek, akkor a kapával tudod húzok egy sort, hogy elvessem a magot. De hogyha már azt megcsinálom, ott is ugye szétvágok szerintem gilisztákat, hangyákat, mit tudom én, biztos többet, mint 10 hangya. Érted, hogyha ennyire belemegy az ember, akkor is soron tényleg maximum remete lehet egy erdőbe, ahol csak borjukat eszik. Ez kíváncsi vagyok azért erre, aki idáig elment, hogy ezt meghallgatja, szerintem fognak jönni kommentek, ugye a gazdálkodó világba, ahol a... Igen. Hát igen, ez az, amiről a múltkor beszéltem az előző videómban, itt az empátia kifejlődésével és a természettel való egységnek a kifejlődése, hogy ez igazából ez egy tudatszint. Szóval ez is, te hány éve foglalkozol spiritualitással, jogával? Hát fiatal korom óta, gyerekkorom óta, szóval 25 éve körülbelül. 25 éve. Szóval ez az, amikor egy olyan érzékenység jelenik meg valakiben, olyan empátia, olyan energiatisztelet, olyan egységlátás, hogy próbáld a minél kevesebb erőszakot alkalmazni, hogy te fenntartsd magad. Én hallottam egy olyan sztorit, volt Indiában egy olyan jogi, aki úgy élt a dzsungelben, hogy még olyan dolgokat sem, tehát még nem vett le fáról gyümölcsöt, megvárta, amíg leesik, és csak azt tette. Szóval, hogy igen, ezek már ilyen extrém dolgok, de igazából ez egy tudatállapot, szóval, amikor
szeretnénk egységben élni, egy közös, ugye erről beszéltem, hogy közösségben élni, ez azt jelenti, hogy az ember empatikus másokkal, és elfelejti azt, hogy ő a világ közepe. És a spirituális érzékelésnek a kinyílásában fogod te azt tapasztalni, hogy igazából te egy vagy azzal a fával, egy vagy azzal az élőlénnyel, és ugyanúgy, ahogy ha a bal kezemnek gondolom magam, akkor levághatom a jobbat, de hogyha egybe látom az egészet, akkor minden nagyon jól van, szóval ugyanúgy a bal kéz tiszteli a jobbat, a jobb kéz tiszteli a bal, de ez emberiségnek azt hiszem egy egész tudati evolúciója kell, hogy történjen, hogy visszatérjünk abba a harmonikus, csodálatos, paradicsomi világba, ami amúgy itt lehetne. Igen. Igen. És szerintem erre ez a fajta természetközeli élet tanítja abszolút az embert. Bele kényszerít igazából. Kényszerít. Mert nem tudod, hogy nem tudod kikerülni, hogy az elemekkel kapcsolatba kerülj. Az elemekkel kapcsolatba kerülj, akkor nagyon érdekes, hogy a jógában vannak olyan különböző energetikai gyakorlatok, amiket úgy hívnak, hogy bútasúdi, hogy az elemek megtisztítása, amikor az elemekkel, az energiákkal dolgozunk. És annak például része az, hogy vízben, széllel, szóval kiteszed maga, a jógik azért mentek ki a természetbe, és kitették magukat az elemeknek, hogy érezzék ezt az interaktust. Szóval akár egy szélbe kiállni, és érezni a szelet. Hogyan lesz egy interaktus a két dolog között, hogy az az elem, az ugyanaz bent. Ez nekünk csak egy ilyen pszichikális háttér az, hogy én annak gondolom magam, aki vagyok. Ez nem igaz dolog igazából, hanem a tüdőm fele az kín van a fán. Nem? Igen. Szóval mindenki álmodozik egy gyönyörű világról, ahol minden harmóniában van, és mindenki. Ez itt van, ez csak az emberek meg tudják csinálni, csak ez egy tudati szint. Tudati szint az egységnek a látása, az, hogy annyit veszek el a természettől, amennyi a létfenntartásom, a legkevesebb problémával, és ezt természetesen próbálom visszaadni. Mint egy normális párkapcsolatban, amikor az ember az egyik csak elvesz, a másik csak ki van zsákmányolva, az sokáig nem működik, és az emberiség ezt csinálja, nem? Igen. Kizsákmányolás, de úgy nevezik, hogy a természet erőinek a felszabadítása. Szóval ilyen, tudod, ilyen mondva csinált. Igen, ezek hazugságok igazából, és ebben ez pont a múltkor realizáltam azt, hogy igazából ennek a dogmatikus, a világ nagy vallásainak ebben jelentős szerepe volt. Ugye, mert még azt is használják, hogy a Bibliában ugye az van, hogy uralkodj, de az uralkodás, az uralkodás lehet egy kizsákmányoló zsarnoki uralkodó, érteni. Vagy lehet úgy, hogy te vagy a legfejlettebb intellektussal rendelkező az ökoszisztémában, szóval te hogy mondjam, úgy uralt, hogy gondoskodj mindenkiről a saját helyzete szerint. Szóval ezek nagyon könnyen kiforgatható dolgok, szóval egy rabló is tud magának találni filozófiát, vagy egy tolva is a Bibliából, hogyha úgy forgatja, hogy ő gondolja. Tehát azt mondja, uralkodjak, akkor én uralkodok, mindenkit leigázok magam körül, és akkor minden profitot behajtok, amit kell. Sokkal többet, amire szükségem van, mert amúgy uralkodnom kell, nem? Egy katolikus egyház, most bocsánat, nem akarok belemenni ilyen dolgokba, de ugye a nagy egyházak is úgy szépen részt vettek ebben, hogy az ember ide süllyedjen igazából, hogy az evolúció csúcsának gondolja magát. Látszik, hogy ez a modern szűrőn keresztül értékeljük ezeket az archaikus írásokat, mert most tudod uralkodni, sokszor azt jelenti, hogy kizsákmányolni, és nem tudjuk elképzelni, hogy régen lehettek olyan szent uralkodók, akik mint a gyermekükről gondoskodtak a népről. Abszolút. Butánban még mindig így van. A Bután ugye azt mondják, hogy a legcsodálatosabb ország a Földön, ahol nincs, tehát a klímaváltozás legkevésbé van, ingyenes az egészségügy, ingyenes az oktatás, az emberek nagyon spirituálisak, és ott a király, az úgy van, hogy 15 évente elvállalja a szolgálatot, mint a nemzet atya, és csak ő szolgálatból csinálja ezt a dolgot, és 15 évente önmaga lemond, és úgy fogadja el egy másik. Tehát ez egy egészen más koncepció arról, hogy mit jelent egy királynak, vagy egy uralkodó, és ez még mindig létezik valahol, csak ez el van dugva, ez a hely nagyon. Szóval. És ugye Butánék erről híresek, hogy milyen boldogok. Így van. Szóval ott nincsen olyan, ott szerintem a stresszkezelő, ilyen New Age, hogy mondjam, terapeuták nem élnének meg, mert nem tudod, hogy miért az ember mosolyog, és valami még esetben, szerintem csinálhatnánk ilyen videókat, mert szerintem úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a beszélgetés, és annyi téma fölmerült még, hogy igazából este
Úgy jöttem ide már, hogy igazából már egy másfél órája beszélgettünk, csak mondom, kapcsoljuk meg be a videót, mert olyan jó volt beszélgetni. Lehet, hogy fogunk csinálni még egy pár részt, majd be fogom linkelni itt a lókát, és akkor, van egy oldalad is. Ez a Földanya éneke. A Földanya éneke, van egy hivatalos oldalad, és akkor azt is be. De ezt hagyd mondjam el, jó, hogy ez okay. Igazából arról szól, kifejezetten inkább a természetnek a rendszeréről raktam fel videókat, ennek az összefüggéséről, hogy mennyire összetett, tervezett a természet. Ezzel kapcsolatban raktam fel videókat. Egyet vagy kettőt láttam, hogy de zseniális. Én nem is tudom, hogy ezeket hogy csináltad meg. Tehát a vágástól kezdve minden. Én nem tudnék ilyen profit csinálni, de majd megosztjuk, belinkeljük, jó? És akkor kérdésetek, meg fogunk akkor majd, fogsz akkor majd egy pár fotót csinálni a kertedről, amiről beszéltél, hogy akkor ez a kert, akkor ez a, itt egy gyönyörű csikókályha van bent, és parhát, úristen, de gyönyörű a konyhába, jaj, mindig álmodtam egy ilyenről, sose volt, lehet nem is lesz. Na mindegy, ezeket majd fotóz be, és akkor fölrakjuk, aztán folyt köv. Jó. Jó, mindenkinek szép napot, mi itt most befejezzük.